1 milliárd forintos egyszeri állami támogatást kapnak a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek, a munkakörülmények javítására, eszközfejlesztésre fordíthatják ezt a támogatást. A tavalyi 29 milliárdos keretet 34 milliárd forintra növelték idén. A nyíregyházi startvállalat közel 30 éve a régió egyik legnagyobb olyan vállalata, ahol 80%-ban megváltozott munkaképességű dolgozók vagy fogyatékkal élők számára nyújtanak állás lehetőséget. Közel 1500-an dolgoznak üzemeikben, multinacionális cégek számára fogyasztási cikkeket, külföldi megrendelők számára ruhát, cipőt, könyvet gyártanak. Éttermeikben naponta 8000 ételt készítenek el. A startnál akadálymentesítéseket, felvonót létesítettek, kamerákat szereltek fel, kerekesszéket és a nyomdai munkához korszerű gépeket is vásároltak, abból az állami támogatásból, melyet eszközfejlesztésre fordíthatnak a cégek. A támogatási összeget a foglalkoztatottak arányában igényelhetik, 2015-ben 29 milliárd forintot, idén 34 milliárdos a keretösszeg erre a célra a központi költségvetésből. A kormány kiemelt és komplex program indítását tervezi a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjáért is. A cégek eddig is igénybe vették a járulékkedvezményt, bár hozzá kell tenni, hogy már több termelési szektorban nincs elég szakképzett megváltozott munkaképességű dolgozó. Balogh Zoltán vezérigazgató úr a vendégem, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének az elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Az egyszeri támogatásban másodjára részesültek a cégek, vállalatok. Tavaly már volt ehhez hasonló támogatás. Miben nyújtott segítséget ez a támogatási forma? Egy örvendetes hír egyébként ez, amit néhány nappal ezelőtt a területállamtitkára jelentett be, de egy kicsit komplexebben kell áttekinteni ezt az egész helyzetet. Ha visszanyúlunk néhány évtizedet, egész pontosan majdnem 30 évet, akkor a Mozgáskorlátottak Megyei Egyesülete ezt a céget 8-ként hozta létre az országba, és akkor kb. 3,5 ezeren dolgoztak a rendszerbe. Ma több mint 30 ezer támogatott, megváltott munkaképességű dolgozik, majdnem 350 ilyen társaságnál, és egyebekben a megváltott munkaképességűek komplex minősítésének a hatására maga a létszám is mintegy egyharmadára csökkent, tehát lényegesen javult a foglalkoztatotti aránya megváltott munkaképességűek körébe. Kezdünk egy olyan szintre közelíteni, ami már akár elfogadható. Ebben volt némi segítség az, ami a mai beszélgetésünknek a tárgya, hiszen az elmúlt években, jó néhány éven keresztül a megváltott munkaképességűek munkahely teremtésére szánt összegek, valószínűleg a költségvetés hiánya, országgyűlési döntés miatt szűkebb volt, mint az korábban, és ezt próbálta meg most kompenzálni a kormány 2014 végén is és 2015 végén is. Mire fordíthatták ezt az összeget, milyen cégek pályázhattak, mik voltak a feltételek? Minél többet beszélünk, akár a sajtó nyilvánosság előtt is a megváltott munkaképességűek foglalkoztató támogatásáról, egyre jobban tisztában kell azzal lenni, hogy ez az Európai Unió ökölszabályai alapján történik, tehát nem lehet ezeket a támogatásokat keresztbe kosba saját elképzelés szerint használni, és ezeket egyébként nagy sűrűséggel belföldi ellenőrzésre jogosult kormányzati szervek is áttekintik. Az a egyszeri támogatás, ami most egy picit a munkahelyteremtő támogatást is segítette, a szélesebb körben használható fel, mint azok a folyó támogatások, amik a napi foglalkoztatáshoz kötődnek, a 4 órás foglalkoztatás, és most nem sorolom itt. És ebből adódik az is, amit lehetett látni a startról szóló kis filmben is, és az egész országban egyébként a múlt év során 2015-ben közel 3 milliárd forintot fordíthattak különféle korszerűsítésekre, kiegészítő eszközök vásárlására, tehát olyanokra, amire egyébként a folyó támogatások nem adnak lehetőséget. Mi a jellemző? Ugye egy országos képet is lát ön a szövetség elnökeként. Milyen munkakörülmények között dolgoznak a megváltozott munkaképességű emberek? Most indulunk talán el egy olyan úton is, pont azért, mert most több a munkahely, mint amennyit keresnek az emberek, hogy talán korszerűsítnek a munkahelyek, talán új technológiák bevezetésére kerül sor. Múlt év végén, egészen a végén a Emberi Erőforrások minisztere intézkedést hozott arra,
hogy alakítson olyan kollégiumokat, ami a megváltozott munkaképessége foglalkoztatásában egy egészen szűk körben tanácsadó testületként fog működni. Én, aki aránylag régen is, és többször ültem már itt a Kölcsey Televízió kamerái előtt is, merem mondani, hogy úgy ítélem meg, hogy elindul egy olyan időszak, ami tovább javítja a körülményeket, annál is inkább, miután nyílt munkaerőpiacon legalább olyan nagyságrendű megváltozott munkaképességű foglalkoztatása történik, mint ami a védett szervezeteknél. Elégedettek egyébként az érintettek azokkal a munkakörülményekkel, azokkal a munkafeltételekkel, amelyet a védett szervezeteknél kapnak? Én bízom abban, hogy ha eljön az idő, és nem én leszek a Védett Szervezetek Országos Szövetségének az elnök, akkor az utódomnak is marad még mit tenni, és én kívánom majdani utódomnak is, hogy ne legyen elégedett, mert ha valamivel elégedett vagyunk, akkor abba kell hagyni. Jó. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan változik az aránya a foglalkoztatottaknak, tehát hogy mennyien helyezkednek el önöknél, a védett szervezeteknél, az ilyen profilú cégeknél, és mennyien helyezkednek el, vagy tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, akkor milyen elmozdulást lát? Mert az a fajta viszonyszám, amire ugye nincs pontosan mérhető adat, arra van pontosan mérhető adat, hogy mennyi a támogatott foglalkoztatás Magyarországon, erre becsült adatok vannak, körülbelül hasonló nagyságrendű. Ma azért azt merjük mondani, hogy 25-30%-a dolgozik a megváltozott munkaképességeknek. Egyébként ez az arány minden tévit ellenére nem javítható olyan szintre, mint a nyílt munkaerőpiac egészséges munkavállalóinál. Azt azért tudomásul kell venni, hogy vannak nagyon súlyos diagnózisban, nagyon súlyos állapotban lévő emberek, akármilyen esélyegyenlőséget akarunk, vannak betegségtípusok a gonoszság alatt, a személyisegítés, és nagyon sokféle dolog, ahol nem elvárható az, hogy a nyílt munkaerőpiacnak részesei lehetnek. Időnként egyébként még a védett piacon sem tudnak elégséges teljesítményt hozni. És a támogatott foglalkoztatásra pont azért van szükség, és ennél lényegesen jobb arányba is lehet majd anyagilag segíteni, hiszen a 4 órás, vagy többség azért 4 órában dolgozik, nem várható el az, hogy ki tudjon termelni olyan költségeket, amik felmerülnek egy munkaerőpiaci foglalkoztatás során, és ezért egy újszerű dolog az, hogy talán a közfoglalkoztatottak körében is lehet egyre több megváltozott munkaképességűt találni. Mi a jellemző, mennyire költséges, vagy milyen költségekkel jár a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása? Ugye mindig van egy optimális arány ezekben a költségekben is, és maradjunk akkor a hazai pályán is, mondjuk azt, hogy Electrolux, mondjuk azt, hogy Lego. És akkor tegyük hozzá azt, hogy a 768 órájából általában 168-at dolgoznak ezek az üzemek. Nálunk a megváltozott munkaképessége túlnyomó többsége 4 órát dolgozik, hétköznapokon, munkanapokon. Ennek a 24 órás fűtési költségét ugyanúgy biztosítani kell. Azokat a kisegítő munkaköröket, amiket általában egészséges munkavállalókkal kell betölteni, autóbuszvezető, gépkezelő, vezető szakemberek, ezeknek szintén biztosítani kell a költségét. Ezeknek ma nagyobb ilyen szempontból ráfordításuk, mint akár a közfoglalkoztatottak esetében, és ezért áll elő az, hogy ilyenkor, amikor egy bérnövekedés időszakában vagyunk, mint most a minimálbérek, a szakmai legkisebb bérek növekednek, ilyenkor nehéz helyzetbe kerülnek azok a szervezetek, ahol tömegesen foglalkoztatnak megváltozott munkaképességűeket. Egy másfajta jelenséget is látnak önök, azt, hogy egyre több az olyan álláshely, vagy betöltetten státusz, amit tartósan nem tudnak betölteni a védett szervezeteknél, a védett munkahelyeken. Mi lehet ennek az oka? Nincs megváltozott munkaképességű ember, vagy ők a nyílt munkaerőpiacon dolgoznak, vagy dolgoznának inkább, illetve hát nem mindegy az sem, hogy milyen szakképzettséggel rendelkezik valaki bizonyos helyeken. Sok területen van a rehabilitáció és előrelépés, és akkor itt egy picit talán az oktatott részét is, orvosi rehabilitáció óriási mértékben fejlődött. Amikor ezen a területen elkezdtem az első kapavágásokat, akkor egy csípőprotézis műtét utáni állapot az végleges volt. Ma 6 hónap után visszakerül a munkaerőpiacra. Itt egy óriási hatékonyság van, a képzés területén nagyon komoly előrelépések vannak. Nyílt munkaerőpiac óriási ütemben szív föl munkavállalókat, ebben a jogi környezet szabályozása is segített. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr! Én is köszönöm szépen!